Felére csökkent a kórházak adósága a megyében. A korábbi több milliárdos tartozás helyett 2016 év végén 480 millió forintot kellett rendeznie az intézménynek. Az állami konszolidációs csomagból 521 milliót kapott a kórház. A szaktárca elvárása, hogy az intézmények a stabil működés érdekében észszerűbben gazdálkodjanak, energiatakarékosságra és átgondolt kiadásokra ösztönzik az intézményeket. Ez igaz a fejlesztésekre is 570 millióból felújítják az fúziós labort és a kórház sterilizáló rendszerét. Az egészségügyben lényeges, hogy a legmagasabb szintű ellátást kapja a beteg ott, ahol van szakembergárda és korszerű az infrastruktúra. A párhuzamosan működő osztályok sokba kerülnek, a centrumokban viszont a magasabb szakmai színvonal garantált. Az idén a fehérgyarmati traumatológiai ellátást Máté Szalkára csoportosították át. Ebben az évben a traumatológia ellátásról volt egy olyan, hogy traumatológia ellátás, ahol nem osztály, mert nem is volt Fehér a traumatológia osztály, traumatológia ellátást a Máté Szalkán megszervezett két soros ügyelettel rendelkező nap 24 órájában biztonsággal rendelkező osztályra irányítjuk. Ehhez ragaszkodni is fogunk, mert mi akik itt vagyunk, mi a beteg ellátásáért kell, hogy mindent megtegyünk, szakmailag ez a megfelelő. Ebben az évben saját beruházásként egységesítették az öt kórház informatikai rendszerét korábban a megyei kórházban és már a nagykálói telephelyen működő medikai rendszert bevezettük a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi, a Mátészalkai telephelyeinken, illetve a Nyírbátor járóbeteg szakrendelőben. Az informatikai rendszer ugye az alapvető adatforgalmat és az alapvető betegadatoknak az áramlását lehetővé teszi. Ezáltal a betegeinket bármely telephelyen látjuk el, és esetleg átkerülnek magasabb progresszivitási szintű ellátásra, vagy más területen betegellátásra az adott kezelőorvos minden előzménye adatát meg tudja nézni, meg tudja ismerni. A megyei kórházakban az orvosok körében 5%-os a munkaerő elvándorlás, szakápolóknál 7%-os a háttérszolgáltatásban viszont, 15% a fluktuáció. Az idei szeptemberi béremelés után az orvosok bruttó bére 107 ezer forinttal, az ápolóké 32 ezer forinttal növekedett.